A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Köszöntöm nézőinket, önök a közügyeket látják itt a Pannon TV-ben. Már is mondom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap folyamán. Elsőként szó lesz arról a rabról, aki hétvégén szökött meg, és állítólag Topolyán fogták el. Ezután a drágulásról, ami az egész országot érinti, valamint arról is, hogy a szerbiai parlament elfogadta a 2012-es évre vonatkozó költségvetési módosítást. Ezen kívül szó lesz a mai közügyekben egy újabb állampolgársági eskütételről, amelyet ma ünnepélyesen tartottak meg itt Szabadkán, a Magyar Főkonzulátuson, valamint ma van az idősek világnapja, erről is szólunk, tartsanak velünk! Börtönből szökött rabot fogtak el a hétvégén Topolyán. A Szegeden börtönbüntetését töltő férfi néhány órás kimenőt kapott, azonban a megbeszélt időpontra nem tért vissza a fogházba. Ezután keresni kezdték, és állítólag itt Vajdaságban, pontosabban Topolyán találták meg a férfit. Az üggyel kapcsolatban a szegedi fegyház és börtön, valamint a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság is nyilatkozott, mutatjuk. Itt a Szeged melletti Nagyfán töltötte 10 éves börtönbüntetését Bakony Róbert, akit csak markológépes gyilkosként emlegetnek. 2006-ban Zalaegerszegen megfojtotta egyik ismerősét, majd markolóval elásta egy erdőben. 2010-ben jogerősen 10 év börtönbüntetésre ítélték. A férfival a börtönben soha semmi probléma nem volt. Kiválóan végezte a munkáját, és példás volt a maga viselete is. 5 éve börtönfokozatban tölti büntetését, és az igen enyhe 2-es biztonsági csoportú besorolású volt. A büntetés évei alatt 20 alkalommal kapott jutalmat, és eddig 3 alkalommal vehetett részt jutalomból csoportos kimaradáson, ami körülbelül egy 3-4 óra hossza időtartamot jelent, és mindig visszajött az intézetbe. Ezért engedték ki most is néhány órára. Csoportos kimaradáskor 5-10 elítélt közösen hagyja el az objektumot, és valamilyen programra viszik őket. Úgy tudjuk, kísérőjük is mindig van. Egyelőre vizsgálják, hogyan tudott elszökni. Alig egy napot volt távol, délután Szerbiában fogták el, miután a Csongrád megyei rendőrkapitányság értesítette a szabadkai rendőrséget. A szabadkai rendőrség igazgatóság tekintettel a főkapitánysággal folytatott több mint egy évtizedes együttműködésre. Néhány percen belül kimentek a férfi élettársának lakására, ahol el is fogták a 47 éves férfit. A férfi a szökés miatt újabb büntetésre számíthat. Most a híradó egyik anyagát látták emlékeztetőül, a következő percekben pedig Csernai Adrián összefoglalóját mutatjuk be, szintén a híradó anyaga, ezt látják most. A szabadkai és a topolyai belügyi szervek is hallgatnak arról, hogy hol bujkált Topolyán Bakony Róbert. Egyes információk szerint az egyik panellakásban húzta meg magát élettársánál. Szombaton az egyik lakásból sivalkodást hallottak az emberek, a környékén viszont senki sem látott semmit, kameránknak senki sem nyilatkozott. Egyes híresztelések szerint kertesházban találták meg a markolós gyilkosnak nevezett elítéltet. Bementek a garázsba, hátra mentek, az ólakat körülnézték, kerten is végignézték, és még a kutomat is megnézték. Bombola József azt meséli, hogy kutattak a szabadkai különleges egység rendőrei az udvarában. Még a kútba is benéztek. És akkor ide is lenéztek. Hát, ha ott rejtőzik a keresett személy. Azt, hogy kit keresnek, nem árulták el. Könnyen elképzelhető, hogy épp Bakony Róbert után kutattak. 6 óra után tájba bent voltak a rendőrök a udvaromban. Tehát úgy kellett, hogy átjöttek a szomszéd kerítésen, kinyitották a kaput, és bejöttek, és arra nyilatkoztak, hogy egy szemét keresnek. Hát én akkor elmentek, körülnéztek minden helységemet, még az részét, és akkor aztán lábbal megállapított, hogy nincsen semmi se, és akkor el is mentek. Mit mondtak önnek, kit keresnek? Csak egy szemét keresnek. Úgy szerben nyilatkoztak, egy nolice. Semmi más. A rendőrök a szomszédban is jártak, József szomszédja viszont nem akart nyilatkozni. A kommandósok jártak itt a szomszédba egyik nap maguknál véletlenül. Voltak, és mit mondtak? Hogy... Semmit keresik valaki, de nem volt itt semmi mozgás, ugye?
Hogy érted? Hát így, hogy valaki nem szökött itt végig az udvaron. Ezzel kapcsolatban a Pannon TV-nek röviden esetleg mondana pár szót. Nem? Itt a Vukkaradzsik utcában, több udvarban is kutatott a különleges osztag. A rendőrök azonban nem mondták meg, hogy kit keresnek. A kutatás még szerda reggel volt. A magyarországi belügyi szervek viszont azt mondták, szombaton fogták el Topolyán Bakony Róbertet. Ezek alapján vagy korábban szökött meg a markolós, vagy egy egészen más ügyben kutatott a különleges osztag. A stúdióban pedig Csernai Adrien szerkesztő riporter kollégán köszöntelek itt nálunk. Oknyomozó riporterként, vagy nyilván tartva itt a Pannonban, egyébként nem hivatalosan, azt azért elmondom. Először ugye a lopás után, utána völgyparton történt haláleset kapcsán, most pedig egy gyilkost kerestél, úgymond, akit markológépes gyilkosként is emlegetnek, mesélj nekünk. Igen, hát mondhatni, hogy a mai feladat olyan volt, mintha a szénakazalba egy tűt keresnék, tehát igen, nehéz volt, hiszen annyi volt az információ, hogy Topolyán ugye az elítélt az élettársánál volt. Sajnos nem tudtam megtalálni az élettársát. Én szerettem volna, hogyha egy pár szóra ő is nyilatkozott volna azzal kapcsolatban, ugye amit nem tudunk, hogy mi történt, hogy történt. Ennek sajnos így nem tudtam utána járni, de egy másik részét be tudtam mutatni, hiszen mégiscsak valakinek az udvarába a különleges egység megjelent reggel 6 órakor, és azt gondolom, hogyha dörömből ne valaki az ajtón reggel 6-kor, ugye ez a különleges egység, gondolom, hogy nem lenne mindegy. Tehát az ember vagy megijedne, vagy bepánikolna, vagy nem tudom. Valójában nem lehet tudni, hogy egyáltalán ez a különleges osztag kit keresett pontosan. Hova tudsz ilyenkor megindulni? Tehát mi a kiinduló pontod, vagy amikor hallasz egy ilyen információt, hogy nem is azon a napon volt nála a különleges osztag, amikor ez az ember eltűnt, akkor egyáltalán hogyan folytatod a munkádat? Hát mindenféleképpen tehát kérdezek, nézek, utána járok. Tehát a helyszínen ez a legfontosabb, hogy ott körbenézzünk, mert igazából tehát kis apró dolgokból lehet összerakni valamit. Tehát az, hogy elkezdtem a panellakásokba keresgélni, és egyszer csak véletlenül valaki azt mondta, hogy hát Topolya másik részén ott volt valami, kilakik ott, gyorsan valakit megkerestem, hallott olyat? Hallott, tehát a szomszédja volt az, aki egy temetésen mesélte, hogy mi történt. Tehát egyszerűen mondhatni, hogy Ádámtól, Évától kezdődik ez az egész kutatás, és megyünk végig. Ugye itt a belügyi szerveket ilyen nem hivatalosan is megkerestem, hogy mondjanak pár információt, de hát ugye mennyire nem állnak tehetik a segítségedre egyébként? Segítenek, aranyosak, elmondták például ma, hogy ne csak azzal foglalkozzunk, hogy most rablás, lopás, hanem a politikusokkal például. Nekem tehát ez nagyon egy tetszett. Ilyen téma sokszor új témát is hozhat magával. Igen, hozhat, de mondjuk rá így arra terelték a figyelmemet, hogy hát mennyi minden botrányos dolog van a politikusok körében, amit lehetne csinálni. Hát mondtam, hogy ami késik, nem múlik, annak is utána járunk, de hát ugye most ugye a téma az egészen más. Egyébként azok után, hogy ugye forgattál a lopásról, forgattál a halott férfi esetéről, most pedig megkaptad ezt az úgymond gyilkosnak a keresését, vagy illetve magának a sztorinak a keresését. Mennyire keresnek itt téged a Pannonban, hogyha ilyen témáról van szó, akkor az Adrienné? Hát mondhatni így is. Érdekes, hogy igen, az emberek már így beazonosítottak valahova. Neveket nem akarok mondani, de egyik nap is volt az egyik politikus, aki mondta, hogy a lopás szakértő, meg így tovább, tehát mennek ezek a megnevezések. Úgyhogy, meg volt ugye korábban is Csantavéren, Bácskos útfalván lopás, tehát már akkor, már mikor megláttak a helyi vezetők, akkor mondták, hogy jaj, csak én ne jöjjek, mert akkor biztos, hogy valami botrányos dolog van. Hát ami van, ugye, és ami foglalkoztatja az embereket, annak járok utána, mondhatni így. Milyen összefüggésben van ez azzal, hogy napok óta hallom, hogy a telefonba úgy szólsz bele, hogy Adrien Monk? Hát igen, van a film a flúgos nyomozóról, és akkor valahogy ez nekem így megtetszett, és mondhatni, hogy ez az egésznek a lényege, hogy olyan úton haladok, hogy lassan, mint ez a flúgos nyomozó, úgy nyomozok én is itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hát reméljük, hogy lesz sok érdekes riportod, azonban nem kívánom neked, hogy mindig ilyen ügyekbe kavarodj. Köszönöm szépen.
Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete élelmiszergyűjtő akciót szervez. A cégek, intézmények adományait november 30-áig várják. Lakjon jól minden gyermek! Teli hassal teljen az ünnep! Drágulásról lehet hallani nap mint nap, ez ma sincs másképp, ugyanis mától drágulnak egyes élelmiszerek, tisztálkodási szerek, a fűtés, kőolaj származékok és a cigaretta is. Ennek az az oka, hogy az áfát 18-ról 20%-ra emelték. Mielőtt a témával kapcsolatban beszélgetek a vendégemmel, a híradós összeállítást mutatjuk emlékeztetőül. Ez a normál. A legtöbb szabadkai így vélekedett az áremelkedésekről. Egyes hentesek meg sem várták az általános forgalmi adó emelését, már a múlt héten növelték termékeik árát. Máma emeltük az adót, 2% az adót, felmentünk a húst, azt nem emeltünk fel, mert az már még múlt héten emeltünk az árakat. A szabadkai kisnyugdíjasok nem tudják, hogyan küzdjenek meg az árrobbanással. Az élelmiszerek mellett a fűtés is drágul. Az idősek félnek a téltől, nem tudják, lesz-e pénz melegedni. És borzasztó. Senkit még nem kérdeznek a kisnyugdíjasok közül, hogy van nekik mibű. A cigaretta ára is drágult. A nem dohányzók szerint tovább kellene emelni az árakat. Ja, bih 100 puta naplatio više. To je najveći otrov ljudski. A szabadkai tejpiacon némely termelő még nem emelt az árakon. A zöldség és gyümölcstermelők elmondták, hogy a közeljövőben nem terveznek drágítást. Azt mondják, így is kevés vevőjük van. Mert az árakat nem lehet emelni, mert nincs, egyszerűen nem lehet eladni az árut. Hiába emelnénk, minket nincs kinek, nincs vásárló. Azok sem emelték még áraikat, akik külföldről behozott áruval kereskednek. Elmondásuk szerint ők a külföldi árakhoz igazítják portékáik árát. Ako malo euro ide gore, onda malo podignemo. Ako se spušta, opet mi spustimo i tako. Uglavnom, ja mislim da ćemo biti od danas pa nadalje najjeftiniji ovde, s obzirom pošto su sve cene u prodavnicama otišle gore, čak čujem i 20% neke. Az egyes élelmiszerek és a fűtés mellett a tisztálkodási szerek és a kőolaj származékok is drágultak. A stúdióban pedig Pece Mihály, a Szabadkai Vöröskereszt titkára, köszöntöm Önt itt nálunk. Nem véletlenül a Vöröskereszt sokszor segítenek a rászorulókon, azonban folyamatosan drágulásról lehet hallani. Mennyire érzi ezt meg maga a szervezet? Először is üdvözlöm a stúdió és a tisztelt nézőket. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó hozzáállással és tervezéssel, ami azt a munkakört illeti, ahol a Szabadkai Városi Vöröskereszt a szociális programjait végzi, élelmiszer, valamint csomagosztás kapcsán, és az önkormányzattal való nagyon jó együttműködés alapján, az ez évre vonatkozó élelmiszerek már a Vöröskereszt raktárájában vannak. Tehát olyan értelemben ez a konkrét árdrágulás, áfaváltozás egyenes irányban nem érinti a program megvalósítását. Ez egy nagyon komoly változást és pénzügyi változásokat fog igényelni a 2013-as tervbe, ami már egyrészt prezentálva lett önkormányzati szinten, ellenben ezek után pontosan fogjuk tudni, hogy főleg a liszt és a fehérjék, húsereti fehérjék beszerzése terén egy nagyon komoly pénznövekedést fog igényelni. Hogyan készülnek most egyelőre a 2013-as évre, mert ahogy mondta, ez az év úgymond biztosítva van? Tehát még egyszer kihangsúlyozom, ez az év teljes egészében lefedve, tehát a felhasználóink, akik eddig is a szolgáltatásainkat is a segélyt megkapták, meg fogják kapni minden zavartalanul. A 2013-as évre gyakorlatilag már előre lett látva, a mekkora pénzösszegekre volna szükség ahhoz, hogy a programokat minden további nélkül tudjuk teljesíteni. A Vöröskereszt részéről nagyon lényeges az, hogy minden évben próbálja növelni a helyi közösségeknek a számát, ahol a program megvalósul. Természetesen a rászorulók minden helyi közössébe azonos jogokat kellene, hogy élvezzenek. Ilyen értelemben a Vöröskereszt elképzelése, hogy 2013-ban növekedjen a főtt ételnek a felhasználóinak a száma,
az élelmiszercsomagok kiosztása terén pedig természetesen egy folyamatos konzultációba kell, hogy legyünk a Szabadkai Szociális Munkaközponttal, valamint az önkormányzat illetékes szerveivel. Említette az imént a főtétel kiosztását, önnel hamarosan tovább folytatom a beszélgetést, a tévénézőknek pedig elmondom, hogy ugye, mint tudjuk, a drágulás sok családban problémát okoz a napi betevőfalatnak a megteremtésénél is, ezért a Vöröskereszt a város önkormányzatával együtt megpróbál segíteni ezeken a családokon, mégpedig a népkonyhával. Szeptembertől ugyanis ismét működik Szabadka város területén a népkonyha. 1100 személy részére főznek melegételt, mutatjuk az összeállítást. Ez így megy állandóan. Ez az anyuka a kislányával jár a kertvárosi helyi közösségbe a főtt ebédért. Minden nap innen viszik a meleg ételt haza. Az asszony nem akart kameránk elé állni, azonban azt mondta, a gyereknek jól jön a mindennapi főtt étel. Egy hiába vettem a gyógyszereket, és még mindent, ez nem lehet, hogy napot az elhiába. Fazekas János egy gyerekkori baleset következtében elvesztette 3 ujját. Rokkantsági nyugdíja csupán 6000 dinár. A férfi ezen kívül kap némi segélyt is. A családi pótlékkal együtt pedig mintegy 17000 dinárból gazdálkodnak havonta, vagyis ennyi jut összesen 2 felnőttre és 1 gyerekre. Lakbérben vagy a kicsike lakásom. Kisfiam most indult előiskolába, ami jó, csak az, hogy pénzhiány, lakáshiány, az élet nehéz, munka nincs, piac nem megy, úgyhogy sajnos segítséget nem kapunk sem erről. Ezt, amit kapjuk a főtételt, de az is, úgyhogy rossz, egyszerűen nagyon nehéz az élet egyten. Szecska vágtál itt, az egész kézedeg össze van morzsolva, úgyhogy én ezzel a kézzel nem bírok jóformán semmit. Az mellett a derekam is elment, mert ahogy terhet viszek, akkor vagy így bukok, vagy így, úgyhogy fizikai munkát nem bírok dolgozni semmit. Ez alapján kaptam a nyugdíjat, de nem is egyszer átadtam a kérmét a rendes nyugdíjra, de ebben az országban, még ez a kormányban, itten nem létezik semmi. Úgyhogy itten nagy változások lennének, a szociál segéd, pocsék, a szociál ellátás, hát hogy mondjam, minden pocsik itten, minden. A társadalom perifériájára szorult emberek sokszor guberálásra kényszerülnek. Műanyagot, fémlemezeket, drótokat gyűjtenek, amit megpróbálnak a hulladék lerakó telepeken értékesíteni. Azonban még így sem biztos, hogy megkeresik a mindennapi betevőfalat árát. Nyári az nagyon nehéz volt. Kaptunk egy csomagot, és kész. És az 2 hónapot nem lehet kibírni. Romek Nestor 26 éve rokkantnyugdíjas, 12000 dinárt kap havonta. Ebből művészet a megélhetés, meséli a férfi. A feje fölött lévő fedél sem biztos számára, szomszédjai ugyanis ki szeretnék lakoltatni őt otthonából. Bíróságom lesz, hogy én pucoljak ki a lakásból kidobálni. Azért, mert cirkusz van a lakásban, ez az. Hát engedj meg, hogy csináld még. Ők nem, hanem azt hiszik, hogy vettek ügyvédet, és azt, amit ők mondanak, az úgy van. Nem igaz. Minden hazugság csalás. És a bíróságon azt akarják, hogy a hazugsággal, csalásokkal, meg mindenféleképpen, hogy csak, tönkre tegyenek. A népkonyha 1993-ban kezdte meg működését, akkor 130 adag főtételt osztottak naponta. Ez mára 1100-ra duzzadt. Svakodnevno se traži obrok više, svakodnevno se traži mesto više. Jasno, ovo sve što radimo, radimo do kraja ove godine. Kako će biti sljedeće godine, vidjet ćemo. Potrebe jesu mnogo, mnogo veće od onih koje smo mi u stanju da pružimo. A kertvárosi helyi közösség népkonyháján 32 adag melegételt osztanak ki. Sűrűn babfőzelék a menü sok-sok szalonnával. A humanitárius szervezetnél sok az adományozó ételt, gyümölcsöt, zöldségfélét, ruházatot ajánlanak fel, illetve pénzbeni támogatást is. Mindenfajta segítséget szívesen várnak, azt mondják, akinek nincs, annak bármilyen kis apróság jól jön. A stúdióban továbbra is Pece Mihály, a Szabadkai Vöröskereszt titkára. Hogyan tudják megoldani a népkonyhát? Jön a drágulás, havi szinten a népkonyhának a szükségletei is növekedni fognak.
Tehát mindenek előtt azt kell tudni, hogy a Népkonyha program partner alapon történik az önkormányzata. Az azt jelenti, hogy már évek hosszú során megközelítőleg 50% költséget az önkormányzat állja a pénzforrás alapján. A Vörös Kereszt pedig a felsőbb szinti támogatás, valamint donációk alapján biztosítja a hiányzó részt, mint pénzösszeggel, mint pedig árucikkekkel. Így módon ez a drágulások nélkül a 2013-as programnak a vetülete, anyagi vetülete megközelítőleg 38 millió dinárt tett ki. Természetesen a fuvarköltség nagy arányú növekedést fog mutatni az új árrendszerrel, és a kenyérdrágulás, ha tudjuk, hogy naponta minimum 500 kenyeret kell megvásárolni, minden kenyéren csak 4,5 dinár szorozzuk napi szinten, hónap szinten, éves szinten. Igen. Tehát ezek csak ilyen kis mozzanatok, amik azt jelentik, hogy ez a 38 millió dináros előre látott összeg természetesen nagyobb lesz, hogy mekkora lesz, megpróbáljuk előrevetíteni. Gyakorlatilag pontosítani a végösszeget sohasem nem lehet, annak, mivel a program a december végéig fogadja el az önkormányzat is, és a Vörös Kereszt igazgatóbizottsága, és természetesen januártól folyamatosan történnek átdrágulások. A szerződésbe foglalt végösszeg pedig azonos maradt. Azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül ez a technikai nehézség ellenére a Vörös Kereszt az elmúlt években folyamatosan ki tudta tisztelni az elvárásokat, sőt éves szinten is általában 10%-kal nagyobb létszámnak tudott összességében segítséget nyújtani élelmiszerben, mint főtt formában, mint pedig csomagformájában, és azt hiszem, hogy ez a tendencia 2013-as évben is meg fog maradni. És az, ami nagyon... Meg fog maradni, esetleg növekedni fog-e, mert azzal együtt, hogy drágulás van, növekedhet azoknak a száma is, akik esetleg igényt tartanak. Egyértelmű, hogy az érdeklődők részéről legyenek azok médiák, vagy más polgári személyek, sűrűn felteszik a kérdést, hogy mennyire volna szükség, stb. Ennek keretén bele erre felelőtlen volna Vörös Kereszt színeibe konkrét választ adni, mivel egyértelműen a rászorultaknak a meghatározását, hogy ki fog jogosulni különböző segélyre, a szabadkai szociális munkás végzi, tehát a Vörös Kereszt ezzel az intézménnyel itt partner, és a pontos választ, megközelítő választ szakmunkatársaktól lehetne erre kapni. Ellenben a napi érdeklődés azt bizonyítja, hogy körülbelül 20-30%-kal kellene növelni per pillanat ezt a meglevő létszámot ahhoz, hogy az ismert személyek részére tudnánk biztosítani megfelelő támogatást. Lát erre lehetőséget? A Vörös Kereszt már lépéseket tett arra, hogy 2013-ban a pillanatnyi 1100 felhasználó helyett minimum 1300 embernek próbáljon napi szinten biztosítani meleg ételt, és egy nagyon lényeges mozzanat az egészben, hogy azokat a rurális részeket, városon kívüli részeket próbáljuk felölelni, amelyek 2000-től a mai napig egyáltalán ebben a programban sorsi nem voltak bekapcsolva, természetesen azok a városrészeken is ugyanúgy léteznek rászoruló személyek, és ő rajtuk is szeretnénk segíteni. Mint tudjuk, ugye a Caritas is próbál segíteni a rászorulókon. Milyen kapcsolatuk van így Szabadka terén együttműködésre? Szabadka város területén a szabadkai Caritas-szal nagyon jó együttműködésünk van, egészségügyi programok részéről, az idősek ápolásával kapcsolatosan. A szociálprogramokban pedig legnagyobb részt a téli időszakban van nagyon komoly együttműködésünk, amikor párhuzamosan, mint partnerok találkozunk, és a hontalanok, valamint, mint azt bizonyítottuk ez év februárjában is, az illegális menekülteknek az ellátására közös erővel próbáltuk, lényegtelen, hogy ki mekkora résszel lépett be a programba, de ez a tevékenység, feltételezem, és úgy gondolom, hogy sajnálatos módon 2013 januárjában, február úgy szintén meg fog ismételni. Hogyan készülnek most a térre? Hát a térre úgy készülünk, hogy már próbálunk olyan felszereléseket és olyan eszközöket biztosítani a Vörös Kereszt raktárába, amellyel tudjuk biztosítani egy esetleges intervenciellátást megközelítőleg 100 személy részére. Természetesen ehhez megfelelő döntések szükségesek vajdasági, azaz köztársasági szintről.
köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Következő percekben pedig arról beszélgetünk, hogy elfogadta a Szerbia 2012-es évre vonatkozó költségvetés módosítását a szerb parlament. A stúdióban a témával kapcsolatban beszélgetek Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjével. Köszöntöm Önt itt nálunk. Jó estét kívánok! Amint azt az imént is mondtam, a költségvetés módosítását elfogadta a szerb parlament, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig ellene szavazott. Igen, a költségvetésben a mezőgazdaságot érintő részeket leszámítva nem sok pozitívumot tudtunk találni, ezért szavaztunk a költségvetés módosítása ellen. Ugyanakkor az előző évekkel ellentétben, amikor mindig gondok merültek fel a költségvetéssel kapcsolatban, most nem is ez volt igazán a probléma, hiszen csak 3 hónapig fog érvényben lenni ez a pótköltségvetés. Sokkal nagyobb gondot jelent az, hogy módosult a költségvetési rendszerről szóló törvény is, ami hosszabb távon lehetetleníti el azt, hogy Vajdaság azt az alkotmány értelmében nekijáró 7%-ot megkaphassa. A nézőknek biztos unalmas már, hogy évente többször beszélünk erről a bizonyos 7%-ról, meg sokan mondják, hogy miért csak 7%, mikor Vajdaság, illetve vajdasági emberek sokkal több pénzt fizetnek be a köztársasági költségvetésbe, mint 7%. Hát azért, mert az alkotmány ezt írja elő, legalább 7%-ot kell visszaszármaztatni Vajdaságnak, viszont az elmúlt években ezzel is hatalmas nagy gondok voltak, éppen ezért mondható el az az igencsak szomorú adat, hogy 2006-tól errefelé, tehát amióta ez a jelenleg érvényes alkotmány van hatályban, mintegy 70 milliárd dinárral rövidítette meg a mindenkori köztársasági kormány a tartomány költségvetését. Most viszont a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel az a gond, hogy ahogy az előbb említettem, ellehetetlenül ennek az alkotmányos garanciának a betartása, hiszen addig, ameddig, vagy amíg ez úgy működött, hogy a költségvetés egészéből kellett volna a 7%-ot kifizetni, addig most gyakorlatilag a Mladen Dinkić által beterjesztett törvény módosítás értelmében a költségvetés egy részének az egy részéből fogják ezt a 7%-ot kiszámítani. Éppen ezért jó az, hogy a tartományi kormány az alkotmánybírósághoz fordult, hiszen szemmel látható módon alkotmányellenes ez a törvénymódosítás, amit a parlament néhány nappal ezelőtt elfogadott. Mit várnak most az alkotmánybíróságtól? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert az Alkotmánybíróság nem egy olyan szerv, amely nagy hirtelennyében szokott határozatokat hozni. Elképzelhető, hogy akár éveket is igénybe vesz az, hogy elbírálják ezt a beadványt. Azonban a következő napokban várható az, hogy Ivica Dačić belügyminiszter és kormányfő, nem szoktam még meg én sem, Újvidékre látogasson, és ott a tartomány vezetőivel találkozzon, és nagyon bízunk abban, hogy ez a beszélgetés hozhat némi eredményt ebben az ügyben is, és az egyéb más vajdaságot érintő nyitott kérdések vonatkozásában is, hiszen nem csak a 7% a gond, hanem az éppen az Alkotmánybíróság által a hatásköri törvény néhány megoldását alkotmányellenesnek nyilvánító határozat is gondokat okoz, ezen kívül a tartományi vagyon visszaszármaztatásának a kérdése, és még néhány nyitott kérdés van. Sajnos Szerbia egy olyan ország, amelyben politikai akarat hiány nehéz bármit megvalósítani, meg egy olyan ország, amelyben sajnos olyan kérdésekről, amelyekről civilizált országokban nem szokás tárgyalni, mert hogyha valamit ír az alkotmányban, akkor azt be kell tartani.
tárgyalással lehet zöldágra vergődni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez a néhány nap múlva sorra kerülő beszélgetés milyen eredményeket fog hozni, addig pedig az Alkotmánybíróságnál ott van a tartományi kormánynak a beadványa. Egyébként Ivica Dacsicsi azt mondta magáról a költségvetés módosításáról, hogy olyan megoldást kellene erre találni, amely figyelembe veszi az ország reális helyzetét, illetve a tartomány követelését is. Ön szerint van-e egyáltalán ilyen megoldás, vagy hogy kellene magába ehhez a problémához hozzáállni a kormányfőnek? Az a gond, hogy az előző kormányok sem voltak igazán őszinték Vajdasággal kapcsolatban, meg Vajdasággal. Többször mondtuk, hogy ki lehetne azt mondani, hogy sajnos az állam nincs olyan helyzetben, hogy az alkotmány által előírtakat garantálja Vajdaság számára, és elnézést kér a köztársasági kormány, de sajnos a nagy államháztartási hiányra való tekintettel nem tudnak eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, illetve alkotmányos garanciáknak. Ehelyett az előző kormány is, és a jelenlegi is hülyének nézi gyakorlatilag a vajdasági embereket, és azt bizonygatják, hogy az 50 dinárnak a 7%-a az nagyobb összeg, mint a 100 dinárnak a 7%-a. Most jelen pillanatban itt tartunk. Meglátjuk, hogy ez a beszélgetés ez esetleg hoz-e valamiféle előrelépést. Nem gondolom én azt, hogy egy beszélgetés gyökeresen megváltoztatná a köztársasági kormánynak a viszonyulását, viszont jó lenne azt tudni, hogy ez a kormány vajon másképp tekinte legalább minimálisan a vajdasági követelésekre és elvárásokra, mint tette az előző, mert hatalmas következetlenségekre lehet rábukkanni, például most Bojan Pajtics és a tartományi kormány a vajdasági egyik legnagyobb élharcos, ezzel szemben, amikor az előző években a demokrata párti kormány rabolta ki Vajdaságot, meg vette ki a dinár 10 milliárdokat a vajdaságiak zsebéből, akkor pedig hallgattak. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy most a demokrata párt úgy érzi, hogy lévén ellenzékben van, lehet rugdosni a köztársasági kormányt. Egyébként teljes mértékben megalapozott módon teszik, mi is ezt tesszük, hiszen megengedhetetlen, hogy legalább azt a 7%-ot ne kapja meg vajdaság, illetve a vajdasági emberek. Milyen egyébként most a kommunikáció a parlamentben, hogyha mondjuk konkrétan Mladen Dzsinkicsnek a helyzetét tekintjük, illetve a Vajdasági Magyar Szövetségét? Mladen Dzsinkics egy kicsit sértődékenyé vált, és azt mondta, hogy a VMS-esekkel nem is nagyon fog kommunikálni, amíg a VMS elnöke nem kért tőle bocsánatot. Én azt gondolom, hogy a politikában nincs helye sértődésnek. Például tőlem azt kérdezte a Magyar Szó egyik újságírója, hogy vajon Dzsinkics hazudik-e akkor, amikor azt állítja, hogy az 50 dinár 7%-a nagyobb, mint a 100 dinárnak a 7%-a, és én erre azt válaszoltam, hogy nem először is föltehetően, nem is utoljára. Hát mindannyian emlékszünk az 1000 eurós ígéretekre, az ingyen részvényekkel kapcsolatban, most itt a vajdasági gondok merülnek föl. Hát nem lehet csak a választási kampányban decentralizáció pártinak meg regionalistának lenni, aztán sajnos nagyon gyorsan kiderül, hogy ki mit mond őszintén, és én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ha megpróbálnak olyan törvényt hozni, amely a vajdaságiak meg a magyarok érdekei ellen való, akkor ez ellen fölemeljük a hangunkat. Hogy látja egyébként azt a fajta párbeszédet, ami a tartomány és a köztársaság között létrejött, ugyanis nem ugyanaz a hatalom irányítja mindkettőt? Hát jelenleg gyakorlatilag semmiféle párbeszéd nem folyik. Már többször emlegetett Dacsics féle újvidéki látogatás törheti meg a jeget, aztán meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog működni. Kicsit más témakörre térnénk át. Ön ugye nemrégiben beszélt Szerbia igazságügyi miniszterével a 15 ezer dinár értékű lopásokról, erről, hogyha lehet bővebben. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond az, hogy 15 ezer dinárig gyakorlatilag szabadon lehet ebben az országban lopni. Minden hónap utolsó csütörtökén megjelenik a kormány, illetve a kormány tagjainak a többsége a parlamentben, is kérdéseket lehet a miniszterekhez intézni, erre került sor most néhány nappal ezelőtt is, és én azt kérdeztem az igazságügyminisztertől, hogy meddig fogja azt az állam tolerálni, hogy gyakorlatilag mindent ellopjanak, ami mozdítható. És meddig? És hogy meddig, és hogy a rendőrség pedig erre nem reagálhat, hiszen a törvényben az van, hogy amennyiben az eltulajdonított tárgynak az értéke 15 ezer dinárnál kisebb, akkor a rendőrség hivatalból nem járhat el, és nem indul eljárás, hanem a sértett, a megkárosított személy
magánvád alapján indíthat eljárást, ami az embereknek nem fizetődik ki, se az idejüket, se az energiájukat, se a pénzüket figyelembe véve. Éppen ezért mi azt javasoltuk még az előző parlamenti ciklusban, hogy ezt a 15 ezer dinárt nagy mértékben csökkentse a parlament 3-tól 5 ezer dinárig, így van, és itt rögtön hozzá szeretném tenni, hogy ez nem arról szól, hogy mi azt gondoljuk, hogy 3 ezer dinárig vagy 5 ezer dinárig szabadon lehet lopni. Pont azt mondtam a felszólalásomban az igazságügyminiszternek, hogy ez a dolognak csak az egyik, vagy az éremnek csak az egyik oldala, a másik oldala az éremnek pedig az, hogy 1 dinártól 3 ezerig, vagy 1-től 5 ezerig szabálysértési eljárás induljon az elkövetők ellen, hiszen... Sokan nem... egyébként ezt félreértették, tehát magában igen. Az a 15 ezer dinár, ez be is vált, és vissza is éltek vele. Így van, pontosan, és azért megengedhetetlen, hogy 15 ezer dinára a limit, mert több mint 500 000 olyan nyugdíjas él ebben a pillanatban Szerbiában, akik kevesebb, mint 15 ezer dinárt kapnak készhez. Ezen kívül pedig az áprilisi adatok szerint mintegy 25,5%-os a munkanélküliség. Tehát ebben a pillanatban több millió olyan ember él Szerbiában, akiknek a bevétele sokkal kevesebb, mint 15 ezer dinár egy hónapban. Éppen ezért kell ezt lecsökkenteni, és mondom még egyszer, vagy szeretném aláhúzni, hogy 1-től 3 ezerig, vagy 1-től 5 ezer dinárig pedig szabálysértési eljárás indulna, tehát megvalósulna a null tolerancia elve, és Szerbiában nem lenne szabad lopni, mint ahogy az a civilizált világban is van. Ehhez viszont hozzátartozik még az is, vagy elengedhetetlenné válna az is, hogy a bíróságok egy részét is visszaállítsák. 2008-ban hatalmas harc volt a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy itt a magyar lakta régióban kizárólag Szabadkán maradt meg az most önálló Zentára bíróság. Most Zentára visszaállítják. És most a miniszter azt válaszolta, hogy Zentára már biztos, hogy visszaállítják. Mi 2008-ban azt kértük, hogy legalább Zentán, Óbecsén és Topolyán legyen önálló bíróság. Most újraindulnak ezek a tárgyalások a következő napokban, és nagyon bízom abban, hogy január 1-től legalább ebben a három önkormányzatban újra lesz önálló bíróság, hiszen olyan önkormányzatokról, községekről van szó, amelyekben 150-200 évre visszamenőleg folyamatosan működött bíróság. És azt szeretném még hozzáfűzni, hogy nem azt jelenti, hogy a többi önkormányzatról vagy a többi községről lemondanánk például Magyarkanizsáról vagy Adáról vagy Temerinről, ahol szintén 150-200 évig folyamatosan működött bíróság, viszont a minimum az, hogy Óbecsére, Zentára és Topolyára visszakerüljön a bíróság. Aztán attól fog függni az, hogy hány településre kerül még vissza, hogy a kormány mit fog javasolni, hiszen 2008-ban 138-ról 34-re csökkent a bíróságok száma, hogyha csak mondjuk 10-zel fogják megnövelni, akkor azt fogjuk követelni, hogy ebbe a három önkormányzatba helyezzék vissza, hogyha 30-al, 40-nel megnövelik, akkor kérni fogunk más önkormányzatok területére is önálló bíróságot. Mi egyébként a helyzet az utóbbi időben itt környékünkön előfordult terménylopásokkal, azért mit tudnak tenni? Igen, hát ezek egyáltalán nem kísértékű lopások. Nem is a 15 ezer dinár. Nem is a 15 ezer dinárról van szó, inkább 15 ezer eurókról lehet beszélni ebben az esetben. Azt gondolom, hogy itt nagy mértékben gondolhatunk, vagy megalapozottan gondolhatunk szervezett bűnözésre is. Majd ki fog derülni a következő napokban, hetekben, hogy esetleg az állam milyen formában áll ezek az ügyek mögött, illetve hogy mit hajlandó tenni. Itt a rendőrségnek és a köztársasági minisztériumnak a felügyelőségének az együttműködésére lenne szükség ebben az ügyben, mivel újra fog indulni a tárgyalássorozat az igazságügyminisztérium vezetőivel, akkor ezekre a kérdésekre is természetesen ki fogunk térni. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm a lehetőséget. A közügyek főtámogatója az OTP Bank.
Ma újabb 60 vajdasági magyar tette le az állampolgársági esküt a szabadkai magyar főkonzulátuson. Az ünnepi eseményre ellátogatott Bába Iván, a Magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára is. Legyünk jó magyarok. Ezt Bába Iván, a Magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára mondta a szabadkai magyar főkonzulátuson. Ma ugyanis újabb 60 vajdasági magyar tette le az állampolgársági esküt. Az államtitkár szerint az itteni magyarok mindig is jó magyarok voltak. Ha jövőben is így lesz, akkor megvalósul a himnusz első sora. Isten megáldja a magyar nemzetet, tette hozzá meghatottan. Tudjuk, hogy önök függetlenül attól, hogy nem voltak magyar állampolgárok eddig, magyarok voltak. Magyarok szívben, magyarok lélekben és magyarok tudatban is. Hiszen a magyarság megőrzése nem csak szívbéli és lelki kérdés, hanem tudatos magatartás is. Tudjuk, önök is tudják, én is tudom, hiszen én felvidéki magyar vagyok. Mindnyájan tudjuk. Tudjuk, milyen érzés az, amikor Magyarországon történik valami, és innen szurkolnak azért, hogy az sikeres legyen. Az államtitkár kiemelte, a külhoni magyarok figyelemmel kísérik az anyaország történéseit, örülnek a magyar sportolók sikereinek, mindig is a magyar történelemben, a magyar kultúrában éltek. Az állampolgárságot van, aki utazás céljából igényli, de olyan is akad, aki a nemzeti összetartozás jegyében kéri a honosítást. Megadatott a lehetőség, és akkor éltem vele, hogy így jobban magyarnak érezzük magunkat. Szerettem volna, hogy legyen magyar állampolgárság legyen. A vajdasági magyarság érdekképviselete erős, egységes, ellátja az itt élő magyarok érdekeit az adott politikai körülmények között, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Bába Iván. Nehéz körülmények között is képes a vajdasági magyarság érdekeit az adott politikai körülmények között ellátni. A politikai racionalitás, a politikai észszerűség, és ugyanakkor pedig az érdekek és értékek mentén. Hogy mi úgy látjuk, hogy a vajdasági magyar érdekképviselet viszonylag erős és jobb, mint mondjuk évekkel ezelőtt volt. A szerb államfő hamarosan hivatalos látogatást tesz majd Magyarországon. Szó lesz-e esetleg a szerb-magyar történelmi megbékélésről? A szerb-magyar történelmi megbékélés napirenden lévő kérdés. Szerbia és Magyarország, a szerb kormány és a magyar kormány, a szerb állam és a magyar állam között. Mi úgy gondoljuk, hogy erről beszélnünk kell, és erre a megbékélésre belátható időn belül sort kell keríteni. Szerbia Európai Uniós tagállam szeretne lenni, és amennyiben Európai Uniós tagállam kíván lenni, akkor nyilvánvalóan megoldatlan történelmi problémákat nem vihet magával az Európai Unióba. Így mi rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez a történelmi megbékélés ez megtörténjék. Újságírói kérdésre az államtitkár arról is beszámolt, hogyan szavazhatnak majd azok a kettős állampolgárok, akik nem rendelkeznek állandó magyarországi lakcímmel. Ez a levél útján történő szavazás, ez egy újdonság lesz a magyar választási rendszerben, és ez azt jelenti, hogy egy külön eljárást kell erre kidolgozni, ennek az eljárásnak a kidolgozása és végrehajtása zajlik most. Az államtitkár a nap folyamán a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel is találkozott. Mindannyian tehetünk azért, hogy a magyar nyelv megmaradjon és teret nyerjen a magán és a közéletben. Értékeljük azokat, akik sokat tettek azért, hogy a magyar nyelv a hivatalos használatban is az őt megillető helyet vívja ki magának. Az MNP Nyelvhasználati Bizottság a pályázatot hirdet a magyar nyelv hivatalos használatáért díj odaítélésére. Az elismerésre azokat a személyeket terjeszthetik fel, akik a magyar nyelv hivatalos használata területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. Jelölési határidő 2012. november 20-a. Részletek a www.mnt.org.rs honlapon vagy az MNT közigazgatási hivatalában. Érezzük magunkat itthon a szülőföldünkön, magyarul. Thank you.
Demográfiai adatok alapján jelenleg a Földön körülbelül 600 millió idős ember él, tehát olyanok, akik már betöltötték a 60. életévüket. Ma van az idősek világnapja. Magyar Kanizsán ebből az alkalomból csomagot osztottak szét az idősek körében, amelynek értéke 5000 dinár volt fejenként. A stúdióban utána egy 77 éves nénivel beszélgetek, előtte azonban megnézzük, hogy Magyar Kanizsán hogy történt a csomagosztás. A helyi közösségek és a községi szociális központ ajánlására a községi önkormányzat ezúttal 5 családnak, illetve 5 idős személynek juttatott el ajándékcsomagot az idősek világnapja alkalmából. Az utolsó felmérések szerint 2001-ben történt a népszámlálás. Kanizsán 24.995 ember él, ebből 24% idősebb 65 évnél. De hát ez az adat Kanizsa községet az idősebb községek közé sorolja Szerbiában. A 80 éves Gömöri József is a nálánál egy évvel fiatalabb felesége, Terike két hete ünnepelték 56. házassági évfordulójukat. Az idős házaspárnak 2 lánya, 1 fia, 6 unokája és 2 dédunokája van. Józsi bácsi és felesége igen szerint nyugdíjból élnek. Nagyon kevés a férjemnek a nyugdíja. Én nem kapok nyugdíjat, mert én nem bírtam menni a gyereköktől dolgozni, nem volt, aki vigyázzon rájuk. Én itthon csináltam, amit bírtam, varogattam meg mindenfélét. Sorstársaikhoz hasonlóan a nyugdíjat Gömöriék is a kis udvari háztáival, meg otthon nevelt baromfival pótolják. A községi önkormányzat a mai napon Józsi bácsék mellett további egy-egy velebiti, horgosi, kispiaci és kishomoki idős személynek juttatta el az ajándékcsomagot. Az idősek világnapja kapcsán pedig a vendégem itt a stúdióban a 77 éves Túri Margit. Őt bemutattuk már önöknek augusztusban, ugyanis eltartója ekkor verte meg az idős nénit, most pedig köszöntöm itt nálunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy van most Margit néni? Hát jó volnék, csak ugye 50-valahány évet abba a házba éltem, és most kidobtak mindegy viselt rongyot, vagy mit tudom én, hogy mondjam. Hát, úgy mondják azt, hogy az öreg fát átütetni nagyon keserves. Margit néni, ugye ön jó. Ott élt 50 évig abban a házban, most a tévénézőknek megmutatjuk, hogy honnan is jött ön pontosan augusztusban, ugyanis akkor, megkérem a kollégákat, hogy mutassák nekünk a képen, augusztusban bemutattuk, amikor önt elpakoltuk onnan abból a házból, ahol lakott, mert az eltartója ekkor megverte önt, ugye? Igen, többször is. Megám, többször is még azután is. Itt lakott, ugye ez volt kit a nyári konyhája. Abba a házban laktam, igen. Most hol él? Hát most a házszámot nem tudnám megmondani, de Radonavász közepén valami, míg Misi válcsinál, és jó ők ugye befogadták önt. Befogadtak, eljöttek, értem, mert ön abban a kórházban őröztek, hogy ez agyon ne üssön, és akkor befogadtak, és nagyon, nagyon jó helyen van ottan, nagyon rendes népek. Kicsit dolgozok, nem nagyon engednek dolgozni, de azért én lopok annyit, hogy mindig dolgozok egy kicsit, szeretek a kertbe. Szép kertjük van meg, a jó népek, no. Itt mutatja egyébként, amikor önt megverték még akkor augusztusban. Igen. Azóta az eltartója megkereste. Az eltartó... Megkereste, ja, az az ember, aki önt megverte, ja, akkor. Ja, az megkeresett. No, itt Kapát, aha, itt az Ildikó látom. Uh-huh. Most megnyugodott egyébként? Megnyugodtam most már, nem törődök semmivel, mert mindenem megvan, megkapunk, rendesen kiszolgálnak, hanem most nem tudom, hogy elmondhatom, hogy ott maradt egy círmi cicám, és az valahogy annyira van, mert egy nagyon, nagyon állatbarát vagyok. Az a círmi cica, az, ha eszembe jut, még élje is. Biztos, hogy ott a szomszédok gondját viselik a cicájának. Hát ott a rózsáik, azok az Ildikóik, azok voltak nálam kint, ott kijöttek, és mondja, hogy ad neki enni, hogy átjárod a cica, hogy kicsit megnyugodtam. Margit néni, ma van az időseknek a világnapja. Ön hogyan ünnepel most otthon Nagyradonovácon?
Hát úgy egyedül, mert külön épület van nekem, meg a két, az a házaspárnak, meg van egy szoba társnőm is. És akkor nagyon megértsük egymást, és akkor hát hoznak reggelit, ebédet, vacsorát, sütött a kalácsot a házi asszony, a kalappan, mit mondjak, ennyit tudok mondani, jó náluk. Csak tudja, 50-valahány éve, hogy kitettek, de hát most már ez vannak. Az a fontos, hogy a végére megnyugodhatott. Akivel így egy szobában van, szoktak így beszélgetni a régi szép idők emlékeiről. Hogy ne, hát ő is valamennyivel fiatalabb én tőlem, és van színes tévénk is, van rádió is, és akkor nagyon, hogy mondjam, ő is olyan művelt, meg hát jó, van nekem is nem akarok dicsekedni, de van négy ellemi, meg három gimnáziumom, hát én is valamit azt tudok, és akkor elbeszélgetünk a régi szép időkről. Ennyit. Margit néni, nagyon szépen köszönöm, hogy bejött ide hozzánk, és kívánom, hogy minden rendben legyen, hogy nyugodalmas napokat töltsön ott Nagyradonováccon. Köszönöm szépen. Sokszor emlegessük magukat a panontévét, akkor mehetek. Mehet, igen, köszönjük szépen. Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete élelmiszergyűjtő akciót szervez. A cégek, intézmények adományait november 30-áig várják. Lakjon jól minden gyermek! Teli hassal teljen az ünnep! Közügyek főtámogatója az OTP Bank. Mára ez volt a közügyek, holnap este 6 órától Fehér Márta várja majd Önöket. Ha esetleg lemaradtak valamiről, látogassák meg honlapunkat www.pannonrtv.com. Viszontlátásra!